Sziasztok, Demeter Attila vagyok, ez a Túrázó Kisállat Lexikon nevű csatornája, ahol a mai nap volt kollégámmal, kedves barátommal, Mircsa Áronnal fogunk beszélgetni, mégpedig ezek a koponyák már sejtetik a mai témánkat, a farkasból hogyan lett kutya, és néhány kérdést fogunk tisztázni, és be is mutatunk egy-két példát. Úgyhogy szia Áron, köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a meghívást. Igazából hát az első kérdés, mert bele is vágnék, hogy hogy lett a farkasból kutya? Ezt még senki nem tudja, de vannak teóriák. Az első kérdés az nem is az, hogy hogy lett belőle kutya, hanem az, hogy mikor. Nagyon sokáig uralkodott az a nézet, hogy a kutya 10-14 ezer évvel ezelőtt vált az ember barátjává. Már akkor is ezzel is a legöregebb háziállatnak számított, a legöregebbi háziállatnak, de akkor még úgy versenyben volt fölmerült, hogy esetleg a kecske volt előbb. De aztán később kiderültek érdekes dolgok. Nem csak az, hogy a kutyának a viszonya az emberrel az egészen más múltat sejtett, tehát teljesen más jellegű domestikációt, mint amilyen a későbbi többi házi állaté volt, hanem hát az is kiderült, hogy azért ez jóval régebben történt. 14 ezer év körüli az a legöregebb kutyacsont, legrégebbi kutya lelet, csontlelet, amelyik már kutyaként azonosítható, tehát egyértelműen felismerhető, hogy nem farkas. De értem. A háziasítás folyamata az azért nem olyan gyorsan megy végbe, és így ismerjük például a macska példáját, amelyik több ezer éve háziállat volt, és még mindig semmit nem változott a csontváza. Tehát a kutyának a csontváza is valószínűleg nagyon sokáig nem változott meg. Hát amit itt látunk magunk előtt ezek a kutyakoponyákkal példázva, ez azért sokkal későbbi fejlemény volt. Csak a rendkedvéért megmutatjuk, hogy ő a farkas, ez a farkas koponya, ez pedig egy angol bulldog koponya. Tehát, hogy azért mentek a kutyák a tenyésztésen, az idők kerekén azért nagyon sok változás. Ugye itt látható azért egy-két különbség, amit már Áron felhívta a figyelmemet, hogy ugye például a metszőfog, illetve a szemfog, ugye szemfogak. Mások oldali szemfogak, mert az igen, hogy mennyire, egy picit le van törve a vége. Mennyire hosszabb egy farkasnak a szemfoga, mint ennek a kutyának. Ő egy, milyen kutya? Ő egy terrier, egy fox terrier. Nem, ő skót juhász kutya, ez a fox terrier. Skót juhász, ő meg egy farkas, tehát azért látszik, hogy eléggé azért rokonok. És most tényleg minden bulldog tulajdonos ne, hogy itt megsértődjön, de hát itt azért látszik, hogy ez mennyire egy nem normális koponya forma. Szóval visszatérve a domestikációra, ez mikor vezetett vissza az első, hogy az ősember tartott kutyát, vagy ez hogy volt? Talán nem is jó kifejezés az, hogy tartott, hanem inkább barátkozott össze vele. Tehát a 14 ezer éves teória az ott dőlt meg, hogy először jött egy olyan elmélet, hogy hát azért ez valószínűleg sokkal korábban történhetett. Volt, aki 140 ezer évet tippelt, tehát azt mondta, hogy egy nullát oda lehet írni a 10-14 mögé. Azért ez nagyon merész elképzelés, ennek nincs reális, tehát egyértelműen érzékelhető alapja tudományosan. Viszont most nagyjából minden kutató megegyezik abban, hogy olyan 30 ezer körül lehet, tehát olyan 30 ezer év körül lehet a kutyának a domestikációja, annak az időpontja. Vagyis a pleisztocén korról beszélünk, amikor még az ember bizonyos ősembernek számított. Ugye Amerika benépesítése a Bering-szoroson keresztül az a korábbi elméletek szerint 16 ezer évvel ezelőtt volt, ma már azt is olyan óvatos becslés szerint azt mondják, hogy az is lehet, hogy egészen 30-ig kitolódhat. De minden esetre már a 16 ezer év is régebbi, mint amire a kutya háziasítását korábban tették. Márpedig Amerikában az európai, illetve Eurázsiából átvándorolt ember már vitt magával a kutyát. És ugye, ha jól tudom, úgy közeledett az emberhez a farkas, hogy a farkasoknál van
az alfától egészen a görög ABC-ig, és a legbénábbak idézőjelben ők csapottak az emberek mellé, hogy az ember, mint pazarló élőlény, ugye a maradékot kezdték el összeszedni. Ez nagyjából így van, feltételezhetően persze. Feltételezhetően. Ugye valóban van egy rangsor, amit a görög ABC betűvel szoktunk, persze nem tudunk végigmenni az egészen, mert annyi tagja nincs egy farkas falkának, de hagyományosan ugye az első az alfa, a második a béta, és így tovább, és az utolsó, akár hányadik, lehet, hogy a harmadik, lehet, hogy a negyedik, ötödik, ő lesz az omega. Többi betű kimarad. És az omegának lenni nem túl jó. Az omega az a farkas, akiben bárki nyugodtan belerúghat, illetve hát nem rúg, hanem harap, de minden. Tehát megtépheti, ledominálhatja, kitöltheti rajta a bosszúságát, dühét, pillanatnyi rossz kedvét, és ő jut utoljára ételhez, őnek jut a legrosszabb falat, természetesen szaporodási lehetősége nincsen, hiszen a szaporodás az az alfának a joga. Miért marad mégis a falkával? Azért marad a falkával, mert omegának lenni is jobb, mint egyedül lenni. Mert a falka ad egy biztonságot. Ő neki ad a falka ad egy biztonságot. Ugye pont azért, mert ő egy kevésbé magabiztos, nem domináns egyed, hanem egy megadó, egy szubmisszív egyed, éppen ezért magában nem is tudna megállni a lábán valószínűleg. Tehát ugye vagy nem lenne önbizalma hozzá. Értem. De azért ettől független nem jó dolog. És volt egy nagyon érdekes élménye a lányomnak a Veresegyházi medve otthonban. Megfigyelték, hogy az omega farkas, ugye ott a farkasok meg a medvék egy kifutón élnek, az omega farkas összebarátkozott a medvével. És amikor a többi farkas elkezdte őt nyüstölni, és le akarták dominálni, akkor egyszer odaszaladt a medvéhez, és lefeküdt a medve mellé. És a medve nem játék, ezt tudjuk. A medve nem játék. És ezt tudjuk. A medve nyilván nem akarta őt megvédeni, mert azért ezt ne feltételezzük róla, de nyilván nem szerette, hogyha a környezetében közvetlen mellette a farkasok verekszenek. És ezért, hogyha oda ment egy másik farkas és belekötött volna, akkor szétcsapott köztük. És ez egy picit így előrevetíti, hogy hogyan működhetett annak idején az ember és a farkasnak a kapcsolata. Valószínűleg ezek az omegák voltak azok, akik rájöttek, hogy van itt egy másik nagy ragadozó, aki ugyanazzal táplálkozik, mint mi, hagy is belőle maradékot, ugye, mert a fogsora az kevésbé erős, mint a miénk, úgyhogy nem tud mindent szétrágni, amit mi szét tudunk. Igen. És viszont rangsoron kívül van, tehát nem akar feltétlenül fölöttem uralkodni. Egy kérdés, és akkor, ahogy ezek az omegák becsatlakoztak az emberhez, ezek a utolsó farkasok a rangsorba, akkor ők elkezdtek szaporodni ott az ember környezetében? Miután nem volt domináns egyed, amelyik elnyomja, igen. Ezért elképzelhető, hogy ezek ott elkezdtek szaporodni. És akkor lett a kisfarkas, és akkor ezt hogy képzeljük el, hogy a farkasból mikor lett a mostani kutya? Ugye tulajdonképpen a természetes szelekció az így hat. Az a tulajdonság, ez az omegaság, ez a kevésbé magabiztos, kevésbé domináns tulajdonság, ez gyakorlatilag kizárta a szaporodás lehetőségét ezeknek a farkasoknak addig, amíg a saját falkájukban voltak. De onnantól kezdve, hogy a falkájukból kiléptek és az ember közelébe kerültek, onnantól kezdve a szelídség, nevezzük így, a szelídség, a bizalmasság az emberrel szemben nem hátrány volt többé, mint egy vadon élő állat számára, hanem előny. És így lett tulajdonképpen a hátrányos tulajdonságból, így lett előnyös tulajdonság, és így ez szelektálódott tovább, és ehhez alkalmazkodott. Volt egy nagyon érdekes kísérlet, amit Dmitri Beljajev, orosz kutató indított el, nem ő fejezte be, mert ő közben meghalt. Az 1950-es években Szibériában egy prémes állatfarmon kezdődött ez a kísérlet. Bocsánat, erről videó is készült, ugye? Egy videósorozat, és azt hiszem rókák is. Rókák voltak ezt benne. Láttam ezt a videót. Nagyon érdekes. Beljajev ezüst rókákkal kezdett kísérletezni, amelyek ilyen félig domestikált országok. És
a kölykök közül, az ócaprodó egyedek kölykei közül mindig azokat tenyésztette tovább, amelyek az emberhez szemben a legbizalmasabban viselkedtek, a legkevésbé féltek, a leginkább közeledni próbáltak az emberhez. Semmi más szelekciót nem használt. Tehát se küllemre... Csak amíg nem akarta megenni, gyakorlatilag. Csak éven, igen, amíg oda ment hozzá, megnyalta a kezét, és így tovább. Az volt a feltételezése, hogy magától, anélkül, hogy küllemre szelektálna, el fog indulni és meg fognak jelenni az állományban a domestikáció külső jegyei, ami általában egy házi állatot jellemez. Ezt akartam kérdezni, azaz a foltosság, pöttyösség. Foltosság, rövidebb orr, lelógó fül, lebicsakló fül, fölkukorodó farok. Ez mind a háziasítás eredménye. Ez mind a háziasításnak a jellegzetes velejárói. Ezt feltételezte, és igaza lett. Hát anélkül, hogy küllemi szelekciót végzett volna, a rókák megváltoztak. Elkezdtek házi állatra hasonlítani. Ez aztán teljesen átírja az egész elképzelésünket a domestikációról és a tenyésztési szelekcióról. Tehát nem az ember kezdte el a kutyát úgy alakítani, hogy inkább fehér legyen, vagy foltos legyen, vagy kunkori farkú legyen. A kutya kezdett el attól, hogy szelíd lett, elkezdett ugyanígy, mint a beljebb rókái, domestikációs jellegeket. Tehát foltosodni, rövidebb bor, lecsüngő fül. Így van. Aztán ezek a tulajdonságok, ezek után nyilván az embernek is szemet szúrtak, de az már jóval később lehetett. Ez nem az ősember idejében lehetett. De akkor már nyilván jó ideje élt a kutya az ember mellett, amikor az ember annyira tudatos lény kezdett lenni, hogy elkezdte ezeket tudatosan szelektálni. És a különböző feladatokra is szelektálni a kutyákat, ugye, mert az eleinte valószínűleg még vadásztás sem volt a kutya. Hát legfőjebb az őrző hajlama volt, aminek hasznát vette az ember. Van egy érdekes elmélet, van, aki azt kockáztatja meg, hogy a kromanyoni ember, ugye, mert ez abban az időben történt, amikor a kromanyoni még a neandervölgyivel viaskodott itt Európában és versengett, hogy feltételezhető akár az is, hogy a kromanyoni ember azért tudott az egyébként nála fizikailag erősebb és a környezethez jobban alkalmazkodott neandervölgyivel szemben előnybe kerülni, mert a kromanyoninak volt kutyája, a neandervölgyinek meg nem. És ezzel harcoltak tulajdonképpen? Azt nem, de egy olyan tábor, egy olyan emberi csoport, akit kutyák vesztek körül, ugye, vagy hát háziasodóban levő farkasok vettek körül, az valószínűleg megközelíthetetlen volt. Nem lehet rajta ütni. Értem. Mert sokkal előbb érzékelték a veszélyt, és először nyilván egymást akarták rá figyelmeztetni, ösztönösen adtak hangjelzést. Az ember csak utána elkezdett erre fölfigyelni. És így alakult ki a kutyánál uralkodó hangjelzésként az ugatás, ami a farkasra nem jellemző. A farkas tud ugatni, aha, de csak akkor ugat, és általában a fiatal farkasok, a kölykök szoktak, aha, ugatni, akkor ugat, hogyha a közelgő veszélyre akar figyelmeztetni. Értem. De ezt az ember nagyon ritkán hallja. És tehát az ugató farkasok lettek tovább szelektálva, és ezért lett ugatós a kutya. Igen, és... Ez nagyon érdekes. Na most, ilyen formán aztán ugye jóval később kezdődhetett el az, hogy elkezdte az ember hozzá egyre közeledő kutyát már különböző részfunkciókra használni, és ennek megfelelően tenyészteni. Nem elsősorban küllemre, először nyilván nem elsősorban küllemre. Bár valószínűleg volt, hogy te jobban meg tudta különböztetni a vadon élő farkastól a saját házőrző farkasát, hogyha annak mondjuk fehér csík volt a homlokán. Egyébként egy nagyon érdekes kultúrtörténeti adalék, Farkasokkal táncoló című film megvan? Persze. Ugye azt mondja, Dunbar hadnagy a naplójában azt jegyzi föl, hogy van itt egy farkas, aki egész bizalmasan viselkedik, egész a közelembe jön és nem fél tőlem. A két mellső lábán, mintha fehér zoknit hordana, ezért elneveztem kapcásnak. Hoppá! Aki ezt írta, az hallott valaha Beljajevről? Valószínűleg soha. Igen. És mégis leírta azt, hogy a fehér lábú farkasból lesz a szelíd farkas. Aha, értem. Értem. Nagyon érdekes. Ez a háziasításnak a jele. Igen. Ez egyik is. Aha. Igen, spontán domestikáció.
Hát nem volt benne az ember részéről akkor még tudatosság. A tudatosság jóval később. Mikor kezdődött, amikor az emberek elkezdték tenyészteni, nevezzük kutyának idézőjelbe ezeket a fél kutya farkasokat? Tehát amikor azt mondták, hogy akkor tenyésszük, mikor alakultak ki a fajták? Hány ugye fajta van? Most nagyon sok kérdés. Ahogy mondtam, az első olyan, ami már egyértelműen kutyaként azonosítható, azok ilyen 14 ezer év körüli csont lehetek. Azt ott még nem differenciált fajtákról beszélünk, csak hogy már nem farkas. Aztán az ókorban már azért voltak fajták, tehát egyiptomi falfestményekről, mozaikokról, meg mindenféle egyéb ábrázolásokról, szobrokról tudjuk azt, hogy az egyiptomiaknak volt hosszú lábú, magas felépítésű, ilyen kicsit agárszerű testakat kutyája, olyan fejjel, mint a maszkokon az Anubis istennek a feje, ugye, és ilyen hegyes felálló füle volt. Ennek egy rekonstruált fajtája ma is létezik, amit fáraó kutya néven tenyésztenek. Nem merném azt mondani, hogy ez genetikailag közvetlen leszármazottja az ókori egyiptomiak kutyáinak, de egy rekonstrukció. De rekonstruálták ezt a fajtát. Akkor tudjuk a mozaikokból, meg festményekből, hogy volt egy alacsony, hosszúkás testű, rövidlábú, kunkori farkú, szintén fölálló fülű kutyáskájuk. Valószínűleg ez valamilyen vadászkutya lehetett, nem őse a mai tacskónak, de hasonlított rá testalkatát. Illetve beszéltük előzetesen a rómaiaknak a kutyáit. És akkor volt a római molosszus, ami ugye asszír harci kutyáknak a leszármazottja volt. A molosszustól származik az összes mai úgynevezett molosszoid fajta, tehát ezek a nehézsúlyú, izmos, tömör, általában többé-kevésbé harcias Mastiff. Kutyák, a masztifok, Napoletano. Napoletano, a korzó, az összes ilyen, amit aztán ugye későbbiekben tovább differenciálódott az egyes nemzeteknél, akik különbözőek, vagy inkább úgy mondanám, hogy tájegységeknél, mert a kutyatenyésztés igazából nem ismer nemzetet. Tehát a nemzet meg az országhatár az később jött. Nyilvánvaló, hogy a szlovák csuvacs, meg a magyar kubasz, vagy akár a lengyel maremma abruzzói, az ugyanaz a kutya volt, csak ugye születtek országhatárok, és akkor, ahogy megszülettek az országhatárok, mindegyik elnevezte. Bemárkáztuk. Igen. És hány fajta van most jelenleg? 300 fölött van, ha jól tudom. Jó van, 500 felé halad, de ugye ezt azért nehéz eldönteni, mert az egyes tenyésztő szervezetek eltérő számú fajtát ismernek el. Értem. Tehát van, amit az egyik szervezet elismer önálló fajtaként, van, amit a másik meg nem, és újabb és újabb kutyákat fedeznek föl, vagy fedeznek fel újra, hát olyan fajtákat, amit kihaltnak véltek, vagy amit nem is tűnt fel senkinek, hogy létezik. Nekem nagy szerelmem is ennek nagy szakértője, vagy az agárszelindek, ami nekem iszonyatosan tetszik. Hát ennek nem én vagyok a nagy szakértője igazából, hanem Céher György barátom, ő az agárszelindeknek a... Nagyon tetszik az a kutya, ez egy ősi magyar kutyafajta. Igen, hát ez is gyakorlatilag egy ilyen most rekonstruálás alatt levő, még nem mondanám, hogy fajta, hanem kutyatípus, amiből esetleg lehetne, hogyha egy picit nagyobb nemzeti öntudatunk lenne, akkor lehetne belőle fajtát csinálni. Mi magyarok egy kicsit mindig az volt a bajunk, hogy nem mertünk nagyok lenni, most is ez van. Azt gondoljuk, hogy kőbe van vésve az, hogy 9 magyar fajta van, azért, mert a múlt század, a 20. század elején ezt a 9-et írták le, és akkor ezt lezártuk, és azt mondtuk, hogy mostantól már pedig ez a 90 és nincsen több. Holott közben azóta is jöttek létre most már fajtának, akár fajtának is nevezhető, vagy könnyen fajtává nemesíthető tájjellegű kutyák, amit érdemes észrevenni, mint amilyen mondjuk a hortobágyi sinka. Igen. De hát van más ilyen is. Tehát nem kéne kőbevésni, a különböző nemzetek újabb és újabb fajtákat hoznak létre, nemesítenek ki, fedeznek fel újra, és nem csak nekünk magyaroknak kell ebből kimaradni. Persze, abszolút egyetértek. És akkor ugye épp akartalak kérdezni, bocsáss meg, hogy a magyar fajtákból ugye 9 őshonos magyar fajtánk van. Amit ma ismerünk, a mai tudásunk szerint. Igen. Tulajdonképpen. Még egy utolsó kérdés, hogy
hogy amikor ugye voltunk már az őskorban a kialakulás, és amikor igazán elkezdődtek, mikor voltak, amikor küllemre kezdtek el tenyészteni az emberek, tehát például, mint a dalmata, ugye, ha jól tudom, akkor ez egy kocsikísérő díszkutya. Igen. Tehát semmilyen idézőjelben funkciója nem volt. Azért nem díszkutya, ma már díszkutya. Ami, általában ott van a probléma, amikor egy kutyát túlságosan fölkap a filmipar vagy a divat. Száz egy kis kutyára gondolsz. Tehát ugye Walt Disney-vel fedezte föl, és csinált belőle kvázi díszkutyát. Ma nem véletlenül ment ki a divatból egyébként, ma már alig látsz dalmatát idehaza. Ugyanis nem olyan, mint amit az emberek elvárnak tőle. Egy sokkal keményebb karakánabb kutya, egyáltalán nem kenyérre kenhető házi kedvenc. A dalmatának az volt a dolga egykor, hogy a kocsi mellett előtt futott, és ugatva jelezte azt, hogy jön a kocsi. Lovaskocsiról beszélünk, nem autókról, persze. Lovaskocsiról. Az úton, a porban gyerekek játszanak, tyúkok kapirgálnak, és itt ezeket szét kell rebbenteni onnan, hogy a kocsi tudjon haladni. És amikor pedig a kocsis megáll, és bemegy a kocsmába inni egy viszkit, ugye Angliában nemesítették a dalmatát, bár ugye Horvátország lenne az ős hazája a neve alapján, nyilván ott is alakult ide, de Angliában alakították fajtává, és a kocsis bement meginni egy viszkit, kinhagyta a lovas kocsit a kocsma előtt, és a kutya vigyázott rá, hogy ne lopják el a lovakat. Tehát a dalmata volt a motoros rendőr a mai olvasatban, aki csinálja a helyet az úton. Ez annyira működött ez a kocsikísérő feladata a dalmatának, hogy nem csak Angliában, Amerikában is, a tűzoltók kabala állata a dalmata. Tényleg. És a lovas tűzoltó kocsikat is dalmaták kísérték, ugyanígy. És ők gondoskodtak arról, hogy gyorsan tudjon haladni a kocsi a helyszínre. És tehát azért mondom, a legtöbb fajtának a küllem az járulékos haszon volt. Tehát általában minden fajtát valamilyen funkcióra tenyésztettek ki. Az más kérdés, hogy ezzel a funkcióval együtt jártak bizonyos tulajdonságok. Értelek. Amelyek ugyanúgy, ahogy a szelítséggel annak idején, ugye a Beljajev kísérletben a szelítséggel együtt jártak bizonyos küllemi tulajdonságok, ugyanúgy együtt jártak a jó szimattal, ugyanúgy együtt jártak a harcias kedvel, bizonyos küllemi tulajdonságok, amelyek úgy tűnt, hogy alkalmasabbá teszi a kutyát erre. Aztán olyan is előfordult, hogy egész egyszerűen a felhasználó, tehát aki tenyésztette, aki használta a kutyát, az fejébe vett valamit, és valamiért úgy gondolta, akár csak babonából, hogy az ilyen kutya neki jobb. Tipikus ilyen a nagyon sok pásztorkutya fajtánál a farkaskölöm. A farkasköröm, ami a farkasnak sose volt, ugye az tulajdonképpen a hátsó láb ötödik ujja. Normál esetben a kutya a mellső lábán öt ujj van, a négy érinti a talajt, és az ötödik az itt fönn van, ez az itt van fönn, és a hátsó lábon pedig csak a négy talajt érő ujj van. De az úgynevezett farkasköröm az azt jelenti, hogy a hátsó lábon is megvan ez az ötödik ujj. Ez nem mindig ízesül, tehát van olyan, hogy csak a bőrben lötyög, olyan is van, hogy ízesül. Ez egy ilyen tulajdonképpen születési hiba, olyan, mint az Ady Endre sámán ujja. De a juhászok arra gondoltak, hogy az ilyen, ugye Erdélyben úgy mondják, hogy sarkantyús kutya, az valamiért keményebb lesz, jobban fog tudni harcolni a farkassal, vagy nem tudom. És a mai napig előnyben részesítik ott ezeket a sarkantyús kutyákat, de ez úgy tűnik, hogy ez valami egészen globális, vagy egész Európára kiterjedő juhász hiedelem, mert vannak olyan pásztorkutyafajták, mint a pireneusi pásztorkutya, vagy pedig a Beauceron, vagy a Briard, ugye a franciáknak ezek a hegyi pásztorkutyák, ezeknek majdnem mindegyiknek a fajta sztenderdjében rögzítve van, hogy kell, hogy legyen farkas körm. Mert a juhászok annak idején ebben hittek. Aha. Még egy utolsó kérdés, hogy az érzékszervekkel kapcsolatban szeretnék még kérdezni a kutyákról. Hogy ugye hírhetően jó a szaglásuk, látásuk, hallásuk, és gondolom ez is hozzájárult ahhoz, amikor ők őrkutyák lettek. Hogy? Mennyivel...
Tudom, hogy ez butaság, hogy magunkhoz hasonlítom, de mondjuk egy emberhez képest mennyivel látnak jobban, mennyivel szagolnak jobban, és mennyivel hallanak jobban? Szokták mondani, hogy egy milliószor jobb a szaglás, igen. 30 ezerszer, vagy igen. 16-szor jobb a hallása. Ezeket nehéz számszerűsíteni, persze le lehet számolni az ember orrában, hogyha valakinek van elég türelme, meg mikroszkopja hozzá, le lehet számolni az ember szagló sejtjeinek a számát, meg a kutyájét, és brutális különbségek jön neki. Na de mi az, hogy a kutyájét? Tehát melyikét? Az övét, vagy az övét, vagy az övét. Igaz, nyilván egy, igaz. Nyilván egy rövidorú kutyának a szórában kevesebb szaglósejt fér el, mint egy hosszú orrúéban. Nem véletlen, hogy az igazi szimat kutyák, ugye a vérebek, azok mind hosszú orrúak. Még járulékos haszonként, ugye a vérebnek ráadásul nagy lebencs füle van. Na ez miért? Ami radar? Ami azért jó, nem, az pont nem, az letompítja a hangokat. Tehát a fülkagyló az arra való, hogy mindenhonnan igen, összeszedjük a hangot. Összeszedje a hangot. Igen. Következésképpen egy olyan kutya, amelyiknek a halójáratát egy ilyen nehéz, súlyos, vaskos, hosszú fül borítja, az kevesebbet hall a környező hangokból. És amikor szimatol, akkor az a lényeg, hogy ne vonja el a figyelmét a nyomról a hang. Hogy a hangot ne zavarják meg őt a nyomozásban, ugye a nyomkövetésben. Aztán ez a lebencs fül, ami a szimatolásban előnynek bizonyul, azután, amikor díszkutyát csinálnak belőle, akkor onnantól kezdve elkezd egy szelekciós tényezővé válni önmagában, és azt mondják, hogy legyen minél nagyobb hosszú, minél hosszabb füle, és akkor lesz belőle egy ilyen egészen extrémen hosszú fülű kutya, amelyik ha leteszi az orrát és megpróbálna nyomot szimatolni, akkor rálép a saját fülére. Basset hándot láttam. Basset, de még az angol vérebb is, ugye a Basset különösen, de hogy saját fülére rálép. Annak már semmiféle funkciója nincs, tehát az már csak dísz. A buldog sem volt ilyen mindig. Az, hogy a buldognak ennyire tömpe orra lett, és ennyire előreugró állkapcsa, az egy olyan 100 éves fejlemény körülbelül. Hogyha megnézzünk egy 1900-as évek elején, vagy 1800-as évek végén készült képet egy buldogról, egészen más kutyát látunk. Elképesztő. Még egy kérdés, hogy ami feltűnt a farkas, és mondjuk ez egy fox terriernek a koponyája között, ez a vitorla, vagy hogy mondjam, hogy a farkasnak ilyen igen, nagy. Ez a koponyacsonti taraj. Koponyacsonti taraj, köszönöm. Hogy a fox terriernek ilyen picike, a farkasnak ilyen nagy, hogy ez miért? Ez izmok tapadását szolgálja, a nyakizmoknak a tapadását. Azok rögzülnek itt ennél a koponyacsonti tarajnál. Nyilván sokkal erősebb lehetett a nyaka, aminek hasznát vette a viaskodásnál, zsákmánycipelésnél, bár a... Jó nagy szeme is van. Igen. Hát ugye a szeme a kutyának nem a fő első rendű érzékszerve, mint nekünk, hanem másodlagos a szimat meg a fül mögött, ugye a hallás mögött, de azért fontos neki a látás is, és nagyon sok mindent tud a kutya látásával regisztrálni, tehát az egész viselkedését nagyon erősen tudja meghatározni. Az ELTE-n történt kutyaviselkedésteni kutatások derítettek például arra fényt, hogy az ember arc kifejezését nagyon is jól érti a kutya. Ezt olvastam, és látja, hogyha dühösek vagyunk, a boldogok. Szemkontaktust tart. Az itt a piros, hol a piros játékot játszottak farkas, kézzel nevelt szelíd farkasokkal és kutyákkal. És ugye amikor ilyen lefordított kis cserepek alá tették a jutalomfalatot, és kicserélgették egymással, és a kutyának követnie kellett, meg kellett mutatni, hogy melyik alatt van. És nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy a kutya megtéveszthető, a farkas nem. A kutya nagyon sokszor tévedett, mert nem feltétlenül arra figyelt, hogy hogyan halad a jutalomfalat a kis cserepek vagy pohárkák alatt, hanem a gazdájának a szemét figyelte. És az itt a piros, hol a piros játék, ezen alapszik, hogy a játékmester ugye, szemkontaktust tart fenn a játékossal, és ezzel tudja megtéveszteni, hogy nem arra figyel. Aha. A farkas viszont mindig arra figyel, ő nem a szemedet nézi.
Apropó, az igaz, hogy a kutyák fekete-fehérben látnak, vagy ez csak egy városi legenda? Nem fekete-fehérben, de hiány, tehát dikromatikus látásuk van, tehát nem trikromatikus, mint a miénk. A vörös színekre nem érzékenyek, olyan érzékelő sejtjük nincs, amelyik a vörös színeket tudja érzékelni. A legtöbb emlősnek nincs egyébként, a fő emlősöknek van, mint például az embernek is. Ezzel mi kiugróan jók vagyunk a színlátás tekintetében az emlősök világában. Úgyhogy ilyen kékes, sárgás, zöldes árnyalatokat lát a kutya, a vöröseket nem. És 3D-ben mennyire lát? Tehát, jó, tehát nagyjából úgy, mint mi? Nem annyira jó a 3D-menziós látás, de azért van neki. Tehát egy ragadozónak kell, hogy legyen 3D-menziós látása. Mert ugye azért inkább előrefelé néz a szeme, és nem oldalt, mint a préda állatnak. Igen, aki folyamatosan figyel a legelés azt közben. Azt kell figyelni, hogy mi van a hátra. Nem azt kell figyelni, milyen messze van a zsákmány, mert az nem fog előle elszaladni. A fű csomó. És viszont a ragadozónak tudnia kell, hogy mikor van az a pillanat, amikor úgy tud ugrani, hogy ne vétse el az ugrás, mint a kell a dzsungel könyvében. Igen. Igen, ez igaz. Áron, akkor köszönjük szépen a beszélgetést, reméljük, hogy izgalmas volt, és legalábbis nekem egy csomó új dolog volt a kutyákról, farkasokról. Köszönjük szépen. Folytatjuk még, iratkozzatok fel a csatornánkra, Kisállatlexikon itt a YouTube-on, Facebookon, TikTokon, Túrázó néven vagyunk, Instán pedig Túrázó Állatkert, és még egyszer köszönöm itt Sáronnak, hogy ezt a fantasztikus beszélgetést lenyomta velünk. Köszönjük, sziasztok!